Jelen pillanatban nem igazán tudom, hogy mit mondjak. Először is sziasztok. A címből is kiderült, itt roleplay lesz, meg se többi, facecam nélkül, meg ilyesmi. De előtte egy gyors magyarázat, hogy mi történt az elmúlt egy évben. Nagyon gyors lesz, ígérem. Egyetem. Na, vágjunk is bele. Igyekszem ezt rendszeresebbé tenni, ahogy megszokhattátok régebben. Úgyhogy toljuk, srácok, és nézzük meg, hogy hogyan alakul Vászai Viktor élete a kiemelő világában. Úgyhogy, srácok, csapassuk, jó? Nézzük meg, hogy milyen. Lesz ez így, aztán, ja, biztos, hogy valami jó fog kisülni belőle. Na, hát menjünk és intézzük el a felvételi papírokat. Vagy nem, nem tudom. Hát nézzük meg. No. Szerintem minden megvan, hogy ezt a kezdődésből. Nem ez az első. Se többi éppen Rebels konvojban, úgyhogy nem valószínű, hogy találunk bármit, de itt látható jövőbeli munkának az elhaladása. Nem valószínű, hogy egyébként a rabáz alatt fogunk tudni.
és ez akár 10-ig is eltartott. Nem valószínű, hogy az alatt fogunk tudni felvételizni a PD-re, de mindenképpen meg tudtam szerezni a túlosi végállapot. Technikai jellegű szünet volt az előbb, de most már így lesz. Igen, hát nem a legtöbb a tervával csapatjuk végig szeljünk itt a várost, de ez is volt a cél. Megröngedezzük. Érezd a bármi mást, a szóba fájdalom. Tisztelet. Tisztelet. Tudtak-e segíteni? Hogy a viharban-e? Jó napot kívánok, üdvözlöm. Vász vagy végig. Ó, Bella! Hogy ott hagytam a falit? Bella? Jó, akkor a doktor úrral kell beérnem. Úgy látom, Bella elfoglalt. Doktor úr, akkor mégis önhöz fordulnék. Jó. Vászai Viktor vagyok, és szeretnék kérni egy ilyen egy ezt bocsánat, csak nagyon izgulok itt, ezt megmutatnám önnek, nézd, itt előveszem a pénztárcámat, kigyűröm belőle ezt a cuccot, ilyet szeretnék kérni, ilyet szeretnék kérni. Kell a Bella, vagy nem kell a Bella? Hát Bella... Sértem. Kell a Bella? Nem tudom, doktor úr, kell a Bella? Hát, ez rajtad múlik, kell a Bella? Nekem igazából... Oldjátok meg! Nem kell, ön sokkal jobb lesz. Na jó, akkor elintézzük. Köszönöm szépen. Aztán rendőr szeretne lenni. Hát, igen, vagy utcaseprő ez. Azon múlik, hogy ön mit állapít meg. Megoldjuk okosban. Mennyit hozzak így sebbe, tudja? Hát, hogy biztos sikerüljön. igen, olyan, úgy. Hát, nincs az a pénz. Jó, tudja mit, akkor más, akkor először próbáljuk meg legális utakon között, mert hát elvégre rendőrnek készülök ért, és korrupciót így elítélem meg minden, szóval. Hát, ez maga egy próba volt amúgy. Igen? Igen, átment a próbát. Átmentem. Ez megcsillagos. Á, értem. Tehát most így kettét tépte volna be utalót, semmi gond, mert tegnap véletlen kettőt kaptam, úgyhogy... Na, nem, hogyha... Ha megbukik, akkor csillagos megbukás, ezt tudja. Ah, köszönöm szépen. Tehát velem fognak példálózni. Igen. Volt itt egy srác, nagyon tudod, de teljesen hülye. Legyen ez egy szép hely. Na. Hát... Ne sértődjön meg tényleg, doktor úr, de ennél szebb helyek is vannak. De ahogy gondolj, hogy ne, vigyázva is vágom magam, és várom akkor, nem tudom. Na jó, akkor... itt pattanjon le, mérünk egy vérnyomást. Hova tudok lepattanni? Itt ez tökéletes. Oda? Igen. Oké, leülök. Üljön le nyugodtan, vérnyomást, húzust, mérünk. Véletlen túlságosan nagyot pattantam, uram. Az a helyzet. Szia, Kormi, szia.
Jó, elveszem itt a vérnyomás mérőt. Doktor úr most nem hall, ugye? Hogy rendőrnek vette magát. Hát, hogy én nem vettem magam technikailag, még csak egy beutalót hoztam el ide, de nézze, az a helyzet, hogy én szeretnék rendőr lenni, mert fontos számomra a városvédelem. Hát ezt az összes klisét már hallotta. Nézze, stabil munkahelyet keresek, ami nem fog egyről a kettőre megszűnni. Egy olyan csapatban, ami dinamikusan tud fejlődni. Nézze, őszinte leszek, a pénz sem rossz, úgy hallottam. Úgyhogy... Ja. Na. Köszönöm, itt a vérnyomás miért? Mozgódó. Igen. Hát most kicsit felgyűröm itt a... Okosan a kabátját, az vagy hogyha nem, inkább vegyük le a kabát. Rendben, ahhoz felállok akkor egy pillanat. Jó, okay, és akkor okay. Szépen. No, itt ebben a szekrénybe itt tudok pakolni esetleg? Akassz fel oda a fogantyúra ott is. Oké, megfogom, leveszem, és akkor ide akasztom a fogantyúra, persze. Rendben. Így. Né. Így jobb. Életes. Na akkor ráhelyezem ide. Vérnyomás mérőt. Né. Annyit kérek, hogy ne annyit beszéljen, mármint majd utána beszélünk, és kicsit így szépen, egyenletesen lélegezzen. Ne. Kedem picit pumpálni. Most egy szorító jelzés fog érezni. Odafordítom magához, mennyit lát a műszeret? 120/80. Jót látok? 120/80 olvastam le, 83, még... Oh, 120, az jó. A 80-nál tökéletes. Mondom már 20, hogy mennyit mondok? 120. 120. Hát ha 20, akkor halott, de... Én is ezt mondom, tudom, jó halottam, de jó, tökéletes, akkor... Jaj, doktor úr, jaj. Igen? Jaj, véletlenül szituációba keveredtem. Nem baj ez. Most akkor mérünk egy szívverést. Le, akkor visszaülök. Nyugodtan. Leveszem a fanendoszkópot. Bocsánat, egy... tehát, hogy nem sértődne meg, hogyha én elharapnék egy ilyen csúkhúsleves, mert ide halok. Nyugodtan, igen. Nagyon szépen meg... köszönöm, csak ugye nagyon izgultam, és ma még nem tudtam enni, és... Igen, kiveszek a kabátsemből egy kis kajácsit. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, sokkal jobb. Ugyan nincs. Akkor mérünk egy szívverést. Kérem, lélegezzen. Igen, enyhébben. Nagy lélegzetvétel. Húja ki. Hú, tökéletes. Még egyszer. Jó, rendben vagyunk, majd látom, mag segítséges. Vércukorszint esetleg abból, hogy áll? Nem vagyok cukros, szerintem teljes mértékben normális. Elveszünk egy kis vért akkor. Jó, nyújtom a mutató ujjamat. Tökéletes, elveszem itt a cukorszint mérőbe. Megszúrom itt az ujját. Ez anyja! Hát ez egy kicsit kellemetlen, de... Mondjuk ott a rendőrség nyugodtan, hogyha elkap egy golyót, az jobban fog fájni, higgy el nekem. Gondolja? Egy szívem. Így, nem? Megnézem itt a gépet, hogy látom. Tökéletes. Rendben vagyunk. Így akkor még egy súlyt is, egy kicsit még beszélgetünk aztán. Jó. Mérjünk súlyt. Hol a mérleg? Még egy kiveszem, hogy nézem a mérleget. Ez nem volt jó. Hát azt elhiszem, de...
Beteszem ide a switchre. Meg elveszük egyszer. Na ez... Összekezik akkor a cent és a magasságot. Várj, yeah. Leveszem a cipőmet, úgy jobb, nem? Tökéletes. Igen, kibújj a cipőből. Nem tudom. Bajákom, és kérem, taposson rá a végére. Oké, és rátapostam a végére. Szépen kihúzzam magam. Tökéletes. Így felhúzzam egész így a fejig. És akkor kicsit átverős lesz, de... Várj, megoldom azt is, gyorsan veszem sapkán. Gyors, így tökéletes. Maga felé fordítom. 185? Az igen, az igen. Az szép. Szép magasság. Köszönöm. Ez fáj, ha felemellem. Így akkor kérem, a mérlegre is lépjen rá. Valamár talán kezdem. A mérlegre így... Kezdem talán érezni azt, hogy azt írja, hogy... Ha? Azt érde, mint az otthoni fürdőszoba mérlegem, hogy elrohan. De megpróbálom egy kicsit itt ugrálni rajta, hát ha kihúzunk belőle valami számot is. Megtenné a doktor úr, hogy az acélbetétessel nem lép mögé, mert 97-et mutat. Ja, 97-et? Igen. Amúgy ebben a magassághoz ide kell is amúgy súly. Ez átlagos ehhez. De ígéri a doktor úr, hogy az acélbetétessel nem lépett mögé, ugye? Nem, ez a... ne fel is írtam, tökéletes. Na hát akkor egy kicsit majd beszélgetünk. Rendben, felvertem a cuccaimat, vagy így beszélgessünk? Na felverti. Még egy utolsót. Álljon, otthon van. Á, itt állok. Így, ne. Tökéletes. Mely kódolat beszélek? Hát, mögülem. Igen, de jobb vagy baloldalról? Hát, jobb. Jobb. És most? Hát, nem tudom. Én ugyanonnan hallom, jobb. Olyan a fülem, mint a sasnak. A sasnak? Annak a szeme jó, nem, doktor úr? Hát, annak is jó. De a füle is olyan, mint a... Várjon valami jó fülű, mint a... Farkas. Mint a farkasnak. Olyan a füle. Gondolom, a szemivel nincs probléma. Nem, doktor úr, egyikőjük, de mind a kettőjüket teljesen jól látom. Hogy nézek ki? Teljesen jó. Most jöjjek? Mennyi? Maradjon csak ottan. Maradok, hogy? Úgy. Mennyit mutatok? Hát a bőrgyúgy jelenleg foglalt. Melyik kezén? Próbáljunk meg visszanézni. Úgy összevéve mennyit mutatok. Hát... Nem tudom, doktor úr, semennyit, nem tudom. Tökéletes, jó a szeme. Akkor folytassuk a beszélgetést. Rendben. Jó a szeme. Köszönöm. Elláttam magáig, vagy... Most megyünk egy másik helyre beszélgetni. Rendben. Szeret beszélgetni? Nagyon szeretek beszélgetni. Ez eltart egy ideig. Mennyi lesz egy olyan 40-60 perc? Hát egy olyan... 3000-re több. Hát annyi idő nincs, doktor úr, de szerintem hátra. Tehát úgy értem, hogy az annyi idő alatt pont meghalok. Az idő? Ja, azt hittem, hogy mennyi összesen. Hogy minél hamarabb, de... Nem, de hogy nem, is... Nem, olyan 10 perc. 10 perc. Jó, rendben. Hova tudok lecsütcseni, vagy álljak? Le is sütcsen, de állhatunk is, ha gondolja. Hát akkor álljunk jót magunkért. Álljunk. Na jó. Na, akkor legelső kérdésem, hogy esetleg valami betegségbe szenvede. Mentális betegséget kérdez, vagy más egyéb? Összevéve minden. Nem rendelkezek olyan betegséggel, ami módosítaná a tudatomat, és testi, lelki gondjaim sincsenek. Jelen pillanatban én azt tudom mondani önnek, hogy nem rendelkezek ilyen betegséggel. Az igen, milyen szépen fogalmaz az úr. És a családban volt valakinek? Nem, hát az a baj, hogy nagyapámat nem ismertem sajnos apai ágról. De rajta kívül a családból biztosra tudom mondani, hogy nem nincs tudomásom ilyen betegségről.
Oké. Okay. Esetleg van-e barátai? Vannak-e barátaim? Erre célom. Igen. Igen. Hát nézze, vannak barátaim. Közeli ismerőseim is vannak, és távoli ismerőseim, és vannak ellenségeim is, akiket nem annyira kedvelek, de barátaim is vannak. Vannak, akiben így bármikor, hogyha tudja, felhívom, akkor már jön is, és akkor tudunk beszélgetni, és akkor vagy el tud vinni esetleg, vagy... Na, akkor visszatérve a beszélgetésre, általában meg szokták magával osztani a problémáit. Lehet. Barátai. Esetleg, hogyha van-e valami problémájuk, magával megosszák. Persze, természetesen. Hát mindenképpen azt gondolom, egy jó barátság alapja az oda-vissza működik, ugyebár. Nem, egyébként okay. Mindig egyetemre járok, de már csak egy fél év. Van egy olyan kérdésem, hogy merek kockáztatni? Elnézést kérem. Merek-e kockáztatni? Hát nézze, az élet kockáztatni, merek. Az életi kockázatvállalásról szól. Tehát én azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan merek kockáztatni. Tudva levően tudom, hogy lesz egy végkimenetele, amit én elfogadok. Ha el tudom fogadni mindkét végkimenetelt, és ezt nem úgy értem, hogy az egyik ugye rosszabb, mint a másik, nyilvánvalóan ittasan nem ülök be a volán mögé, tehát nem ilyen értelemben veszem a kockáztatást. Egy kéteses szituáció, ami elsülhet vagy nagyon jól, vagy középszorul, abba így például belemenjek. Tehát, hogy mit tudom én, elhívni azt a csajt randira. Hát most érti van az a mondás, tudja, hogy mit csinál a hölgy, hogyha maximum nemet mond ugye ez azért, de hát nem tudjuk, hogy ez sokkal rosszabb történet. Tehát például múltkor oda mentem valaki ez a diszkóba, azt megkérdeztem, hogy szia, van kedved esetleg meginni valamit, és nem azt mondta, hogy nem, hanem te! Hát ez csúnya dolog. Majd azt mondta, hogy nem, mert arra célzott, hogy nem, csak így ilyen flagmában vagy. Hát arra célzott, hogy olyan csúnya vagyok, mint a világháború. De hát az amúgy ez csúnya volt a csaj részéről, nem rosszulban tudom. Hát köszönöm szépen. Mondjuk egy ital nem arra kértem meg, hogy na csapja fel az asztalról. Hát nyilván nem is szoktam ilyeneket, szóval hogy tiszteljük azért a másik nemet annyira, hogy... Hát igen, azért mondom, hogy nem ilyen, csak annyit kérdezett, hogy megiszik-e valamit. Igen, az... igen, így van, igen. Na, ebben a kockáztatásolatban esetleg elmegy az állatkertbe, azt eladhatnak egy oroszlát. Igen. És azt mondja ott a gondozó, hogy meg-e símogassa-e? Maga megsímogassa, vagy sem? Hát ez nagy balgaság lenne a részemről, tehát, hogy nézzék, vannak ilyen dolgok, hogy ez pont az a kimenetel, tehát, hogy a negatív kimenetelét nem tudom elfogadni, mint sem, hogy felébred az oroszlán, és elfogyaszt vacsorára. Vagy egy karminus. Hát vagy, igen. Na, ezt a kockázatot nem szeretném, ennek a kockázatnak a negatív részét nem szeretném elfogadni. Mert a pozitív része nem ér annyit, hogy elfogadjam. Nyilvánvalóan az életem azért majdnem mindennél többet ér számomra, legalábbis. A karom pedig, hát az is azért elég sokat, mert azzal tervezem keresni a kegyeremet. Most nem a szverésre célzok, de hogy ettől függetlenül én azt mondom, hogy az oroszlán megsimogatása és annak a nagy cicának az érzékelése a bőrömön át, ez nem ad akkora élményt, mint sem, hogy elveszítsem a karom, úgyhogy nem erre a kérdés az arra, hogy nem simogatnám meg. Oké, okay, hát ahogy... Csak nem értek semmit a rádió miatt. Még csinálom a munkaalkalmasságit, addig lecsatlakozok a rádióról. Csak nyugodtan. Én megengedem. Köszönöm. Szívesen. Kedvessége a tártalan szeretet ünnepével közeledik. Hát így van, de csak azért. Igen, meg egyébként nem. De mivel ugyan a karácsony így azért, önnek is jár ennyi. Nem? Na, olyan kérdésem is lenne, hogy például szokott-e igent mondani olyanra, ami belül inkább nemet mondana rá? Hát, ez is inkább ilyen kockázatvállalós. Nézze, előfordult már, hogy valamire így visszagondolva. De én mindig a helyes döntést választom, azt a döntést, amit éppen aktuálisnak helyesnek vélek. Az, hogy az élet később bebizonyítja, hogy tévedtem, az már én azt gondolom, hogy tőlem egy független változó. Úgyhogy, hogyha nemet véltem volna helyesnek, akkor... azt mondtam volna, úgyhogy nem ilyen velem nem fordult elő. Oké.
Na, eddig szépen válaszol mindegyikre. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem kifejteni, mert ön is gondolom már nagyjából 89 darab ilyet végighallgatott, igyekszem egy kis fényt vinni az éjszakába. Voltak retardáltak is. Igen, és úgy gondolja, hogy én nem erősítem ezt a tábort. Nem. Nagyon szépen köszönöm. Meg tetszik, hogy kifejezi magát, mert valaki annyit mond, igen, nem. Hát ennek a pszichológiai vizsgálatnak úgy nem túl sok értelmét látom, hát, hogyha így, eldöntendő kérdésekre válaszolunk, úgyhogy inkább én megindoklom a válaszomat. Meg is buktak amúgy. Na. Esetleg, hogy szokta venni a kritikákat? A kritikákat? Nézze, doktor úr, az a helyzet, hogy én egy olyan ember vagyok, aki szeret saját tapasztalatai útján fejlődni. A kritikák azok ebben segítenek. Ha egy negatív is jól megfogalmazott kritika van, akkor azt mindig érdemes feljegyzetelni és elraktározni tudja így elmébe. Azért én azt mondom, hogy 80-90%-ban az ember olyan kritikát kap, amit azért már nem először hall. És ami rád vonatkozik, az újra meg fog találni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a kritikákat érdemes figyelembe tartani, mert egy lecke addig ismétli önmagát, amíg nem tanulunk belőle. Az a kurva! Ez, hű. Igen, ez szép út. Mit csinálna abban az esetben, hogyha például lenne egy ilyen rossz akaratú kollégája, és mindig csak a hibáit sorolná fel, esetleg ha hibázik, mindig abban bántaná magát, hasonló. Hogyha valamit rosszul csinál, abba is bekritizál, meg ilyenek, mit csinálna ebbe a szituációba. Nézze, csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. És egyetemen még kiegészítették azzal, hogy de aki hibázik, az pontot veszít az éhen. Szóval nem tehát, hogy annyi a... És az a vissza, hogy ez tényleg megtörtént. De nem tehát, hogy az élet megtanít minket arra, hogy mik azok a kritikák, amiket el kell fogadni, és mik azok, amiket nem. Hogyha egy ilyen rossz indulatú kollégám csak a hibáimat tudja. Szituáció van. Doktor úr, szituáció van. Én hallom, de... még így csak ijeszgetik őköt. Amúgy. Jó. Még egyet szeretnék kérni. A munkaalkalmasság, mint a rendőrségtől, amit kapott papírt, rápillantana, hogy milyen névt adták? Persze. Milyen... Hogyne? Persze. Amúgy mert... Hugo... pillanat. Mondom. Hugo Gautier. Jó. Tökéletes. És ORFK zászlós a beosztása. Jó. Ezt akkor amúgy sikerült. Oh, nagyon szépen köszönöm, doktor úr. Még lenne egy millió kérdésem, de nem, mert amúgy nincs értelme, mert hát nagyon-nagyon szépen választékosan is beszél meg. Köszönöm. Hát azért remélem magát felveszik, lesz egy, hogy is mondjam, egy ilyen, inkább nem mondok semmit. Színesebb karakter. Igen, színesebb karakter. Köszönöm szépen, hogy ilyen pozitívan színe. Nyilatkozik rólam, doktor úr. Hát, amúgy mondjuk... Én a kezemet tenném, hogy magát felvennék amúgy, de hogyha... Tudja, doktor úr, beszéltük a kockázatelemzésről. Ha nem vesznek fel magának egy kezeványa, úgyhogy inkább ne tegyen fel semmit, és bízzunk abban, hogy felvesznek. Hát igen. Hát ez... Most jön a legrosszabb rész. Hát ez 1500 lesz. Hát igen. Ez doktor úr, és ezt a végén, tehát hogy pontosan tudja, hogy a rengeteg pozitív után jön egy 1500 eurós csekk, hát a szívroham kerülget, doktor úr. Ne csináljuk már, intézzük már, a viccelek hozom. Okay. Megyek magában. Jöjjön velem. Inkább tudja, mit nyissa ki az ajtót, mert nekem rohadtul is hozzá kulcsom. Ha még netán nem veszik fel, ittem váljuk sok szeretettel. Ez egy állásajánlat, doktor úr? Is. Is? Miért még mi? Sziasztok, lehet, hogy a kollégátok leszek. Na, nézze, kivettem az ATM-ből. Azt mondja, hogy
Szépen itt fogom, azt leszámolom. Na, az előbb vettem ki egy 1000-est, meg egy 500-ast, ezt így, hogy odaadom önnek, akkor elvileg az annyi. Számolja meg, legyen kedves, mert lehet, hogy választékosabb beszélek, de matematikában se hülye vagyok, köszönöm. Igen, 100, 200, 300. Most mondtam 800, neki, hogy egyben vettem le egy 1000-est, meg egy 500-ast. 1000. 1500, tökéletes. Köszönöm. Rendben vagyunk. Egy szemét szeretnék kérni. Egy szemét? Egy személyt. Ja, személyt szeretnék kérni. Mit? Hát azt, azzal tudok szolgálni, a szememmel nem biztos, hogy tudtam volna. Parancsoljon. Jó napot! Számolni nem... nem tudtál sose. Kedvenc kiképző tisztem. Szervusz, szervusz. Hát, egy új... Na jó, élet. Hát ez egy kis időig el fog tartani, mert... nagy izéket kell írjak mostan. Nyugodtan írjon nagy izéket, bár nem tudom mi az a nagy izé, de nyugodtan írja, hát ráér. Igen, nagy szövegeket Sullivan kell írni itten. Micsoda? Várjál, de most ott hagytad a szervert is, vagy... Vagy az RP-t? Az RP-t. Hát figyelj, én most visszatérek, vagy nem tudom. De hogy nem, tehát hogy olyan nagy vonul lennél, mint a non, biztos, hogy nem fogom nyomni. Tehát az életedre törnek a szitkók, és így megbentelek, érted? Jó, hogy... Fegyvertartás, ja, gondom van. Mutatom. Az nem kell. Akkor nem mutatom. Van. Pozitív, megerősítem a tényét annak, hogy rendelkezem fegyvertartásra jogosító okirattal. Uram. Úgyhogy nem mente ügyvédnek. Én voltam egy ideig líder elfáradt. Megértem. Nézze... Az a helyzet, hogy... Nem tudom. Az élet ezt hozta. És ha az élet citromot ad, akkor... add el és vegyél limonádét, vagy valami ilyesmi. Egyébként megértem. Amikor a serifségen én líder voltam, akkor... Igen, ezt még nem hallottam. Ezt a közmondást. Hanyadika van? Mert igen, 12, azt tudom, meg... 17, ha jól tudom. Pillanat, megnézem itt a mobiltelefon készülékemen. Ez a technika, várjon egy kicsit. 17, egyezünk időntetlenben. Oké, akkor egy két perc is megy lesz a papír. Rendben. És ha a 18-a lett volna, akkor hány perc lett volna? Akkor is ugyan annyi, az nem sokat tesz. Ja, értem, csak azt hittem, hogy azért, mert a 17-e van, akkor két perc, ha 18, akkor egy. Hát nem, ugyan annyi lett volna. Egy hét múlva pont karácsony lesz, úgyhogy akkor legyen. Igen. Két nap között. Igen. Igen, addigra már valószínűleg, sőt, egész biztos, hogy jól lesz. Nem tudom, milyen lógyógyszer adott feléd, de... jobban vagyok már. Ibuprofen adtam. Nem tudom, mit adott. Ilyen bikvárosít Magyarország. Annyira nem is fáj a torkom. Nagyon jó, örülök. Maga egy angyal. Torkom, egy. Na jó, nem most. Más csak volt. Erre, hogy elkapja tőle azt a csúnyos. Szép nap volt.
Szép nap, szép napot, szép napot. A keresztnevem a Viktor, és a vezeték a Vászoly, tehát hogy ezt azért szoktam mondani, mert mindig összekeverik. És hogy ne kelljen újra kitölteni, gondolom most így papírt nyomtat az úr. Vagy csak elment WC-re. Két perc is meg lesz, és addig elugrik. Úci mosdó. Át is nyújtom itten. Frissen ilyet. Köszönöm minden. Szépen, egy picit meglobogtatom a szélben, hogy száradjon a tinta. Tinta. Nézze át, hogy... Igen. Alkalmasnak vagyok nyilvánítva, igen, ez igen, nagybetűvel igen. Van, úgyhogy... John Henry és az OMS-nek egy osztályvezetője. Jó, pontosan. Úristen, igen, jó. Jó, úristen, Jézusom. Igen. Az én ennyire elpirulok. Hivatalos munkadok. Hát én ezt bekereteztetem. Tehát ha felvesztek a rendőrséget, hanem én ezt be fogom otthon kereteztetni. Hogy egy osztályvezető adott nekem egy munka, és azt mondta, alkalmas vagyok. Hát, és doktor úr egyébként a telefonszámát megkaphatom esetleg? Hogy a viharban? Nem is, hogyha ha netán nem sikerül, de azért elég fogyatékosak kellene legyenek, hogy elutasítsák, de ha netán nem sikerül, akkor itt van a helye. Nagyon szépen köszönöm. 449. Vonál. Vonal. 83-10. 3? 83-10. És tehát esetleg, hogyha gondolja még amúgy hegyi doktor is vagyok, és házhoz is ki szoktam menni. Oh, köszönöm. Házhoz is. Szépen, várjon, felhívom, hogy... Megvan. Ez meg én vagyok. Vászoly, Viktor vagyok. Munkanélküli. Azt a zárójelbe hozzáteszem. Mindenképpen. Akkor sok sikert, én meg megyek dolgozni, mert... Köszönöm, jó munkát! Köszönöm. És akkor tovább... Nem, rádió, menjél már fel a rádióra, légy szíves, és menjél esetre, mert most nagyon nem tudunk menni. Megyek. Hát itt szituáció van, úgyhogy sok sikert. Viszlát. Figyelj már, mielőtt még elmész egy septap, az dobjál már rá ide a fülemre. Hogyan? Oké. Adok. Igen, vagy még annyi sem. Igen, mert valaki rántást csinálja, valaki rántást nézni. Ezek a Wonder mindig itt volt. Ah, passza. Ó, a csoda vigyél. Ki nem tud parkolni, bassza. Azt a... Mondom még egyszer, rebelzavar, nem nagyon várok csodát, úgyhogy lehet, hogy ez szerintem ez a chapter egyelőre ennyi. Lehet, hogy egy kicsit elkerült mint az időt, lehet, hogy lesz egy streamerésben egy viszont is. De hát nyilvánvalóan ez elválik, oda megyünk a PD-re, aztán megnézzük, hogy milyen helyzet. Mivel
hogy a karakter nem igazán tudja, hogy mi az ered ez. Mert nem az élve és abban számol, hogy menjünk is és nézzük, hogy milyen stájszmeszikáció az irányban. Kocsiról csak annyit egyébként, hogy éve első napos voltam ezzel a karakterrel, mert volt egy másik is régebben ezzel a karakterrel szerven, amikor a kedves csávó felkarolt és megtalált, és megkerekem ezt a verbát, itt igazából nagyon szerencsés volt, amely jó kezdődőjével indultam neki, 1500 pénzt kaptam így egyből első alkalommal, ami ezért nem jó az kezdődőjével jelenleg a karakternek, úgyhogy úgy építettem föl ezt a karaktert, egy picit választékosabb, mint az eddigiek. Nagyon pofázósabb a figurákban kapcsolatban. Nem véletlenül, hát meglátjuk, hogy hogyan alakul az ő élete. Nem tudom, hogy ezt a PD-nél mennyire díjazzák. Aztán lehet, hogy karakterfejlődés lesz belőle, hogyha nem szeretik az ilyen beszélős embereket. Nem tudom, hogy hogyan alakul hozzá, most ezt a PD-t egyáltalán nem ismerem. Az előző már majdnem mindenki más frakcióban van, és egyébként a régi motorosok közül van más a karakter helyesen, úgyhogy ezt a példát nem tudom, hogy nem is mondom most rá. Jó? Én alapvetően nagyon szívesen lesétálnám ezt az utat, de én inkább még nem betakarok nagyon gyorsan, mert általában ez egy halálos dolog, úgyhogy sőt nem tudom. Szóval alapvetően amúgy ez a terv. Azt még nem tudom, hogy milyen elme fogunk terelni, nyomozó kiképző, stb. Mert megmondom ezt őszintét, hogy lehet, hogy kiképzésből egy picit egy időre most elég volt. Az előző karakter is ugye az volt, meg az előtti jóval, vagy vezető beosztás, vagy kiképző. Ja, meg hát nyilvánvalóan ugye ez a karakter nem ismeri az itteni dolgokat. Meg hát megmondom az őszintét, én is jó régen jártam ezen a szerveren, úgyhogy majdnem biztos vagyok benne, hogy én sem tudnám most mesteri szintre letenni a vizsgát, meg hát nem tudom, hogy azóta mennyit változtattak rajta a rendszereken, úgyhogy nyilván semmivel nem jött tisztában. Nagyon más kollégák, streamer kollégákat sem néztem, bár ilyen válogatós YouTube csatornákon nézegettem az összevágásokat, azok azok nagyon jól sikerültek. Tehogy ezen kívül semmi nem tudok valahogy a PD az ugyan működik, nyilván a rendszerét, úgyhogy teljesen vadul lesz mind DC, mind OC számomra a dolog, úgyhogy hát nézzük meg, hogy milyen rendszerek van bent, első körben megyenek fel. Azt mondja, hogy itt most át fogunk állni, szintén a futási taktikával, bár itt most nem van zárva az a turistán is, és ahogy látom, vannak is emberek. Senkit ezek a 10 óráig és 11 óráig is elvárnak szerepelsz, úgyhogy lehetséges, hogy most ezen a munkaigadéjel egyébként nem mentik érvényesek, hiszen most 72 óra jól tudom.
akárhogy olvasom, amúgy. Rohadtul nincs ide írva, hogy... Rohadtul nincs ide írva, hogy... Mennyi ideig érvényes. De mindegy, hát ez van. Szerintem visszatérek Rebels után. Lehet, hogy streamet már nem lövök. Nem akarom megszokatni a PD-t azzal, hogy felveszem a felvételüket, hogy azért, úgyhogy lehet, hogy ezzel nem következünk. Aztán lehet, hogy egy ruhába találkozunk legközelebb. Ez most csak egy ilyen rövid bemutatása volt a terveknek, és hát így bejelentés, hogy én elkezdtem foglalkozkodni ezzel újra, és remélhetőleg kitartóban is komolyabban, mint eddig. Srácok, én szeretném megköszönni mindenkinek a megtisztelő és kitartó figyelmét. Tudom, hogy a kitesszetsen. Szóval a lényeg az, hogy egyelőre ez a terv. A jövőre nézve, sziasztok, egyelőre ez a terv a jövőre nézve, és hát meglátjuk, hogy hogyan fog alakulni a jövő. Minden esetre nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, szóljon hangosan az ének, és hát visszatérünk a következő epizódban, amikor meglátjuk, hogy Viktor pont a végére értem ide. Hello. Hello, hello, szia. Hát igen, egyelőre vége van, mert a PD szállít, úgyhogy nem tudunk most felvételt szerezni, úgyhogy egyelőre igen, a végére értél ide, de még ma lehet, hogy fellövöm a streamet, hogyha így sikerül hát megállapodni, vagy nem tudom, tehát hogy felvesznek a dologba, úgyhogy most egyelőre igen, a végére értél ide, de legközelebb mindenképpen ajánlom, úgyhogy igen, visszaértem, azt hiszem, nem tudom ezt biztosra mondani, így a karácsonyi időszakban tudja, hogy rendszeresen lesznek ilyen élőbb adások, aztán meglátjuk, hogy ti hogyan reagáltok rá, meg hogy az én idő mennyire engedi. Röviden, így végegyszer a végére el szeretném mondani, hogy mi volt ez az eltűnés. Az idézőjelek igazából teljesen lényegtelenek, mert tényleg eltűntem. Egy szó egyetem. Még van egy fél évem egyébként az egyetemen, de igyekszem azt már streamek mellett teljesíteni, aztán meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Lesz itt rengeteg content, nem csak RP, hanem más jellegű contentet is tervezek, mert azért elég izgalmas az életünk odakint is. Úgyhogy ezt a rögtön 50 perces streamet bocsássátok meg nekem, hogy ilyen röviden sikerült. A visszatérés nem szabad elkapkodni, vagy mi. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a megtisztelő figyelmet még egyszer. Érezzétek jól magatokat, legyetek rosszak, és találkozunk legközelebb. Addig is nem tudom. Sziasztok!